Sziasztok! Én Hofbauer Walter vagyok, és ez egy kurva nagy hazugság. Igazából Donát vagyok, Walternál járok, és éppenséggel majd nagy italkoszolásos estének tesznek. Nem tanulja azok, akik minket követnek. Ugyanis ez az acskó szép számmal meg van tömve. Csak és kizárólag külföldi italokkal. Szóval Walterral ezt fogjuk ma végigkóstolni. Kérlek Walter, fáradj be a stúdióba! Csokkolom mindenkinek, elő kell vennem egy felső sport. Kicsit átvenném a műsort olyan szempontból, köszönöm szépen a felkonfot, hogy igen, valóban, ahogy Donát mondta, külföldi italok vannak benne, és mi ebből a sok fajtából ötöt kiúzunk random. Igazából már csak négyet, mert egyet. Már csak négyet. Kezdjük először azzal, utána meg elkezdünk húzni. Az a barackos iFlow Euphoria ital lesz. Hát ugye az iFlow Happy, annak a happy verziója, azt más videósok kóstoltak és elvileg nevetsz tőle. Ez olyan, mint a, szörp. Igen, hát szörpös az állaga, előbb megszagoltam, és tipikusan az a menzás palacsinta baracklekvár illat. Szóval ezt így kell képzelni. Erős lesz? Tömény? Hát elég töménynek. Akkor egészség. Felékig volt soha többé semmi szex. Ízre is olyan, mint a menzás palacsinta. Igen, de olyan, mint amikor nagy idnál vagy, és kikened a palacsintát azzal a két éve elkészített lekvárral. Ez erős. Erős. Gej. Jöjjön, aminek jönnie kell. A sorsolás. Az elsőt húzom, a következőt megtapolod. Tudom, nem voltam. Oh, baszben, hát. barackot követ. Na, hadd szóljon a koffeinmentes Fanta. Esküszöm, az illata nem olyan intenzív, mint az iFlow-nak, de nem, a... szénsavas. Természetesen, de amúgy ugyanaz a barack lekvár menzafény. Egészség. Egészség. Erre mennyi esély volt, hogy két barackot húzok egymástán? Oh! Gyereke! Ez úgy képzeljétek el, mint hogyha szétnyomnátok a kezetekbe egy friss barackot, és felöntejétek ásványvízzel. Jó, most nem húzol. Olyan más Fanta, hát el sem hiszem. A Fanta is így duplázódni fog. Nagyon-nagyon frissítően almás. Egy az egyben olyan, mint a sió alma légyete. Igen? Igen. Csak nem annyira intenzív. Hú, és te... Egészség. Ez konkrétan szénsavas sió. Ez konkrétan eddig a legfinomabb, amit ittunk. Igen, ez a legjobb. Ez a legjobb eddig. Ő sem volt rossz, de ez én az almaiszt például jobban szeretem. Messze sokkal jobb. Na most én jövök. Utolsó előtti ital, a maja fene. Mountain Dew Code Red. Kicsit meg van ütődve sajnos a doboz, hát ezt sajnálom, de nem problémó. Hát ez meglepő lesz. Ugye Mountain Dew, én nagyon szeretem a Mountain Dew-t. Én annyira nem tapasztal. Mountain Dew Code. Kedvenc hangom a dobozos bittőkre. Többé? Ez érdekes. Ez igen, kiöltöm neked és aztán szagod meg úgy jobb. Hű! Ennek az illata. Ez ilyen... Tudod mi? Gyógyszer illata van. Savanyú megy. Nekem mégis az... Dr. Pepper. Igen, Dr. Pepper. Egyszer. Illetve a... klórhexamedes szájvíz. Szóval a... Ez micsoda? A klórhexamed szájvíz. Akinek mondan? A fog belső bakterioládására. Jó. Na. Igen, egészséged. Bekőzni. Na, hello. Íz az egyben Dr. Pepper. Igen. És akkor az utolsó volt. Itt tapadt meg a kezem. Ó, megint egy Mountain Dew. Hogy csináljuk ezt egymás után ugyanazok a márkák? És semmi az a durva egyébként, hogy nem csak ilyen márkáink vannak, hanem mindenféle. Minden van. Úgyhogy ez a Mountain Dew Live Buyer. Dew Spark with Orange Naturally and Artificially Flavored. Szóval ez egy kicsit narancsos. Természetesen narancsos. És mesterségesen ízesítve. Tehát ez ugye ez így... Fele-fele szó. Egy, két, há... Narancsos. Lesz nem? Egy... Nem fontánk? Mirindánk. Ez Mirinda? Ez Mirinda, bari. Vagy Schweppes. Vagy Schweppes, igen, vagy Schweppes. De igen. És akkor az utolsó nagy kóstoló. Hello, bello, mindenkinek. Prosit. Még a...
Ez Schweppes. Nem, ez nem Schweppes. Szerintem nem. A Schweppes az lehet, hogy sokkal bubisabb, és ez miatt lehet, hogy másik is az ízhatása. Az utóíze nem Schweppes. Az eleje az igen, az utóíze az nem, szerintem. Én inkább azt mondom, hogy ez Schweppes. Emellől engem nem tud kizökkenteni ebből a hitemből a Walter. Nekem ez egy narancsos Schweppes. Akkor nekem első helyezett az almás fanta, második helyezett volt ez a narancsos Mountain Dew, ez volt a harmadik helyezett a barackos fanta, aztán jött a Mountain Dew, gondoltam, nek a vadcseresznyéje, és az utolsó helyet nálam ez az iFlow foglalja el. Donát, ha megtudtuk a sorrendjét, én általában minden ilyen rangsoroló cuccnál én fordítva kezdem, én a legrosszabbal kezdem. Hát nekem ő itt marad, sajnos ő a legrosszabb, igen, azt kell, hogy mondjam. Ezzel egyet értünk akkor totálisan. Én nem szeretem a narancsos italokat túlzottan, mármint úgy vagyok, hogy megisszom, de nekem nem okoz akkora örömet. Ő a negyedik, ő a harmadik, a barackos fanta második, az almás fanta, és hát nekem ő nyert. Mert én szeretem a Dr. Pepper, szeretem a vadcseresznyét, és ez nagyon jó kombó. Vannak itt még epizódok. És ebben az egész acskóban epizódok vannak erre. És én most így belegondoltam, hogy mi igazából a leghíresebb márkákból húztunk. Srácok, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Folytatásban várunk titeket sok szeretettel. Így van. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne szégyeljétek, nyugodtan iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, amennyiben úgy éreztétek, hogy nektek ez tetszett, és szeretnétek ti is ilyet inni. Kommentbe írjátok le, hogy ti mit ittatok eddig, mi volt a különleges ital, amit ittatok és nagyon szerettétek. Illetve, amit szoktunk mondani, legyen lazaság. Legyen szeretet. És legyen WC papír, mert megyek húgyozni. Sziasztok!